Szótelnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Én azzal kezdeném a vezérszónoki mondandómat, hogy idézek a nemzeti hitvallásból, annak is az első mondatát idézem. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Úgy gondolom, hogy ez a mondat mindannyiunkat sok mindenre kötelez, és itt a tisztelt ház falai között arra is kötelez minket, hogy az alkotmányos rendünk, az alaptörvény szellemiségét figyelembe véve folyamatosan tartsuk karban az alaptörvényünket. Az alaptörvény 7. módosítása igazából az első olyan módosítás, amely ezt a karbantartási feladatot kívánja megvalósítani, jó okkal, nemes céllal és a nemzeti hitvallás első mondatában foglalt indokokkal, illetve célokkal. Nyilvánvaló mindannyiunk előtt, és az előttem szólók is ezt hangoztatták, hogy az alaptörvény módosítás, 7. módosítása elsősorban abból indul ki, hogy meg kell erősíteni az önazonosságunkat, és meg kell vizsgálni a nemzeti szuverenitás alkalmazhatóságának a kereteit, célját, és meg kell mondanunk azt, hogy melyek azok a dolgok, amelyek nem képezik vita alapját, amelyek nem képezik az Európai Unióval kötött szerződés alapján a jogátadás lehetőségét. Nyilvánvaló az is, és az is elhangzott, hogy ennek a alaptörvény módosításnak van egy másik okozója, kiváltója, nevezetesen az illegális bevándorlás, amely 2015-ben elementáris erővel zúdult hazánkra, áldatlan állapotokat okozva a közterületeken, és igazi terrorveszélyt teremtve veszélyeztette hazánk nyugalmát, biztonságát, veszélyeztette nemzeti szuverenitásunkat. Akkor és ott a magyar kormány gyorsan, egyedülállóan és hatékonyan reagált arra, hogy hogyan lehet ezt az illegális bevándorlást célszerűen és okszerűen megakadályozni. Ezt akkor kerítésépítéssel hajtottuk elsősorban végre, majd ennek lett egy jogi védelmi struktúrája is. Természetesen az akkori ellenzék, amely nagyrészt ugyanaz, mint a mostani, tiltakozott ez ellen, migráns simogató, migráns párti hozzászólásokkal próbálták aláásni hazánk szuverenitási problematikáját, szuverenitását, és ugyanezt kaptuk természetesen a migráns barát soros szervezetektől, valamint Európa azon országaitól is, akik történelmi vagy gazdasági okok miatt érdekeltek voltak a bevándorlás támogatásában, érdekeltek voltak abban, hogy az illegális bevándorlásra idekerülő embercsoportok, azok tartósan itt maradjanak, és miután már terhükre vált az ellátásuk, illetve az integrálásuk, akkor célként tűzték ki, hogy áttelepítsék őket azokba az országba kötelezően, amelyek nem fogadják be, nem akarják befogadni az illegális bevándorlókat oly módon, ahogy azt az Európai Unió előírná számukra. Fontos kérdés az is, hogy miért kell az alaptörvényt módosítani a szuverenitás és az önazonosítás szempontjából, hogy az időközben kialakult helyzet az Európai Unión belül, gondolok itt a lisszaboni szerződés alkalmazhatóságára, amely jelentős területeken az egységes, egyhangú szavazás elvét átültette egy többségi kétharmados szavazás elvévé, ezáltal olyan területekre is bemerészkedett,
bemerészkedtek az európai döntéshozók, amelyek korábban nem voltak olyan területek, amelyekben az tagállamok szuverenitását ásták volna alá. Jelen pillanatban azt látjuk, akár merre nézünk, ilyen a migráció kérdése, de ugyanez más klímavédelem, energetika kérdése is, ahol az egységes szavazás helyett kétharmados döntések születnek, és e tekintetben fontos meghatározni, hogy ezek a kétharmados döntések mely területeken nem áshatják alá, nem ronthatják le a magyar nemzet szuverenitását. Úgy gondolom, hogy azok a területek, amit az alaptörvény módosítás tervezete rögzít, ilyen a népesség, az államforma és az állami berendezkedésnek a megváltoztathatósága az európai szerződés keretei keresztül, ennek a tiltása helyesebben, ez egy jó cél, ez egy erősíti a nemzet önazonosságát és erősíti a nemzeti szuverenitásunkat is. Tehát e tekintetben vissza lehet csatolni a nemzeti hittalmást első mondának azon részére, hogy szilárd alapokra helyezte Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt a magyar államot. Ezt a szilárd alapot fogja erősíteni a 7. alaptörvény módosítás elfogadása esetén, és ez a szilárd alapra szükségünk is van a 21. század kihívásai tekintetében. A másik része, következő része az alaptörvény módosításának a magánélet és a családi élet biztonságát és védelmét szolgálja. Mindenki tudja, hogy a modern világban leginkább kitett a családi élet a modern média eszközöknek. Gondolok itt a gyerekek veszélyeztetésére, gondolok itt olyan életformáknak bevitelére a családi élet keretei közé, amely a család által nem szándékolt és nem követendő cél, de mégis elkerülhetetlen, és igen negatív hatással tud lenni a család élet továbbvitelére. De gondolok arra is, és politikusként mondom, ismerek olyan politikus társamat, akinek a családja hónapokon keresztül képtelen volt normális életet élni, mert úgy gondolták, hogy a lakása, a ingatlan a közelében, ahol lakott, rendszeresen tüntettek folyamatosan olyan ügyért, amihez a politikusnak egyébként nem sok köze volt, de kapóra jött, hogy nem kellett messzire utazni a tüntetőknek, hanem a közelben folyamatosan zaklathatták a családját, zaklathatták a gyerekeiket, kiskorú gyerekeit ennek a képviselőtársamnak. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból fontos alkotmányos alaptörvényi fundamentuma kell, hogy legyen a magánélet és a család élet védelmének, illetve tiszteletben tartásában, amelynek a elsődlegességét az előterjesztő is leírta, és teljes mértékben jogelméleti alapokon megtámogatta. A következő terület, amely kapcsolódik az illegális bevándorláshoz is, és kapcsolódik egy olyan dologhoz is, amit a magyar történelem során keserűen kellett megtapasztalnunk, nevezetesen az idegen népesség betelepítésének a tilalma és a tömeges kitoloncolás, kitelepítésnek a tilalmának alkotmányba történő, alaptörvénybe történő rögzítése. Én azt gondolom, hogy ezek a területek megint csak oda vezetnek vissza, hogy biztosítják önazonosságunknak a megtartását, és biztosítják azt a képességét a magyar társadalomnak, hogy saját szokásai, kultúrája és hite szerint harmonikusan tudjon élni ebben a hazában, és saját döntésén alapuló változtatásokat hozzon létre adott esetben egy betelepítési kérdésben is. Azt kell hozzátennem még ehhez a gondolathoz, hogy nyilvánvaló annak a kezelése, annak az alkotmányos szintű kezelése, és a szándéka teljes mértékben egyet lehet érteni, hogy nem lehet segíteni, nem lehet támogatni a
azokat a folyamatokat, amelyek olyan illegális bevándorlókat biztosít, bevándorlók számára biztosítják a Magyarországon való tartózkodást, akik egyébként olyan országokon jöttek keresztül, ahol nem veszélyeztette senki az életüket, biztonságukat. Én azt látom ebben a kérdésben, hogy ennek is megvan a jogi, és természetesen a politikai alapja is. Az a politikai alap nem más, mint a többször megkérdeztük az embereket, mi a véleményük erről, a nemzeti konzultációkban is, valamint a 2016-os népszavazás során is elsőbbső többséggel döntöttek úgy az emberek, és most a legutóbbi 2018-as országgyűlési választáson is, hogy nem kérnek a illegális bevándorlásból, nem kérnek abból, hogy Magyarország a magyar társadalom ellenére átalakítódjáik a népesség, a lakosság összetétele. Fontos és része az alaptörvény módosításnak a bíróságokról szóló rész. Már többször elhangzott, hogy a közigazgatási bíróság a háború előtt egy jól működő és megfelelő szakértelemmel bíró testület volt, önállóan működött. Ma a szomorú az, hogy közel 30 évnek kellett ahhoz eltelni ahhoz, hogy a kommunizmus után ismét lehet önálló közigazgatási bíróságról beszélni. Azért indokolt egy ilyen bíróságnak a létrehozatala és bizonyos ügycsoportok elbírálását biztosít ennek a bíróságnak, mert ez egy nagyon speciális, az állam és az állampolgár kapcsolatát nagyon széles körben szabályozó jogterületet kell alkalmazniuk, és ehhez megfelelő, erre specializálódott bírói karra van szükség, és amelynek a létrehozatala egy ilyen bírói karnak és az önálló közigazgatási bíróság létrehozatala felgyorsítja az ilyen ügyeknek az elbírálását, egységesíti a joggyakorlatot, biztonságosabbá teszi a jogalkalmazást is, amelynek amely célnak az elősegítését jól szolgálja a létrehozatala az önálló közigazgatási bíróságoknak, ezért úgy gondolom, hogy a törvénynek ezen szakasza is fontos dolog. Nagyon érdekes és előremutató elképzelés az, amikor az önálló a bírósági szakaszban meghatározza az alaptörvény tervezete, hogy milyen módon, milyen keretek között lehet élni a bírósági mérlegeléssel. Ez nem idegen a magyar jogrendszertől, korábban a polgári perrendtartásban is volt ilyen keretrendszer, hogy a bírónak miket lehet és milyen módon lehet mérlegelni. E tekintetben nagyon helyesnek tartom és üdvözlendőnek, hogy ezt a mérlegelési jogkört, a mérlegelési keretfeltételeket, peremfeltételeket, azt az alaptörvény rögzíti, összhangban az alaptörvény szellemiségével, szabályaival, és meghagyva természetesen ezen belül az igen széleskörűen alkalmazható bírói szabadságot, illetve bírói mérlegelésnek egyéb szempontjait, amit a tényállásból lehet majd igazolni. Én úgy gondolom, hogy ez az alaptörvény javaslat jól fogja szolgálni a jövőben a magyar nemzet szuverenitását, jól fogja erősíteni fogja az önazonosságunkat, és biztosítja azt, hogy ezeknek a feltételekhez kapcsolódóan biztosítani tudjuk a nemzeti, helyi népesség védelmét, az államrendszerünk és az állami struktúráknak a védelmét. Mindezek alapján támogatni tudja a kereszténydemokrata néppárt az eredetünk törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmet!